Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Hajdú B. István vagyok. Velem van Faragó Richárd, és üdvözöljük Önöket a mai mérkőzésen. Nagy hatást tett rád a hazai csapat, Ricsi? Az eddigi két meccsen váltakozó sikerre játszott a csapat a felkészülési időszakban. Talán egy mai második győzelem elég volna a sikerhez. És elkezdődött. Bueno. Szeretné megtartani a labdát, de sikerül-e? Magában lepörgette már a támadást. A mindig Maxi Rodriguez. Már nincs egyedül. Rodriguez. Micsoda lehetőség! Hát ez finoman fogalmazva nem volt igazán jó lövés, úgy látom. Így van, rossz testhelyzetben rúgta meg a labdát, elvesztette az egyensúlyát. Folyik a harc tovább a labdáért. Az az érzésem, itt az ideje az ellentámadásnak. Középütt föltűnik egy társ. Gólhelyzet! Mellé! Keményen küzdöttek, végigvittek egy kontrát, de kihasználni már nem tudták a helyzetet. Remek volt pedig az ellentámadás, de a kapuba is be kell ügyeskedni valahogy a labdát. Ez a labda Maxi Rodriguezé. Lehet, hogy kapura lövi majd. Passz, 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 mennek tovább. És rálövi. Irdatlan bombát hatástalanított most a kapus. Szöglet következhet. Kifejelték, megszűnt a kapu fenyegetettsége. Megint megszerezték a labdát. Kulcsfontosságú passz lehet. Ez be is mehetne. Sarokrúgás jöhet. Most beindulnak. Itt a lehetőség. Nicsak, egy gól! Keményen küzdött a védelem, de vele most nem bírta. Szegény kapus, óriási bal szerencséje volt, hogy pont a támadó elé pattant a labda. Bueno. Onnét már nem esélytelen. Jó passz. Beadás készül. Itt egy becsúszás. A várt beadás. Rossz volt a beadás. Maxi Rodriguezé a labda. Az oldalon a túlról kézzel is játékba lehet hozni a labdát, ezt hívják betomásnak. Ez már a veszett fejszennyele, pontosabban egy elveszett labda. Fantasztikus passz! Munkában a védelem. Összjátékot kezdeményezhet majd középen. Rodriguez. Lepattant róla a labda és kiment. Bedobás. Bedobás következik. Rodriguez. Thank you.
Bueno. Pardobás. Van megjátszható ember. Ez egy becsúszás. Ebből ír. Helyzet. Újra döntetlen ezután a gól után. Tanítani kellene az ilyen technikás gólokat, de vajon lehet-e tanítani egyáltalán? Nem hiszem. Az kétségtelen azonban, hogy hideg fejjel ügyesen hajtotta végre ezt a mozdulatot. És elvette tőle. Ez egy remek passz. Ebben a keresztlabdában volt fantázia, de ott volt a védő. Lehetőség. Helyzet lehet belőle. Ráteszi. Micsoda gól. És bent van. Parád és befejezés, ami nem kis részben a pontos átadásnak köszönhető. Csapatmunkából és helyzetfelismerésből is jeles. Ígéretesnek tűnik, valljuk meg. Ebből a pozícióból érdemes beadni. Nincs távol kaputól a bedobás. Ígéretes passz. Most egy picit a kapuson a világ szeme. Nézzük, milyen lesz a kirúgása. Liu. Elhagyta a labda játékteret. Jön a pardobás. Remek átadás. Eddig reménytelen a támadók helyzete. Liu. Egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát, de aztán haladt tovább. Becsúszást látunk. Forintos labda. Szeretne felkerülni, mint gólszerző az eredményjelző táblára. Kettő egy. Ez áll az eredményjelzőn az első fél időt követően. Az első játékrész általában mindig követi egy második, ez most is így van. És egy becsúszás. Bueno. Onnét akár gólhelyzetbe is kerülhet. A labda kiment szögletre. A szöglet után már az ellenfélé a labda. Simán lefutja a védőjét. A vágtája tényleg lenyűgöző, szinte lehetetlen hatékonyan fogni, bármikor, bármerre kilőhet, és nincs ember, aki a nyomába ér. Becsúszással operál a játékos. Liu.
Remek, de még nincs vége. Bueno. Kiváló átadás. Rodriguez. Folyik lábról lábra. Szépen bújt ki a védő mellől. Ez meg egy becsúszó szerelés. Jön a segítség. Azt nézi, hogy onnan el tudja majd lőni. Pompás mentés. Veszélyes helyzetből következik a szabadrúgás. Nem volt könnyű, de végre sikerült megtalálni a sárgalapot a bírónak. Szerintem azért pesgőt ne bontsunk, de most már kiárt alap. Megpróbálják a szabadrúgásnál megzavarni az ellenfelet. Gól! Határtalan önbizalom jellemzi, megszerezte a második gólját is. Nagyszerűen kezeli le a labdát, és még egy gyors pillantásra is van ideje, mielőtt az alsó sarokba helyezi a labdát. Tipikus taktikai csere, beáll egy ember az eredmény megtartásáért. Kiváló átadással kényezteti el csapattársát. És nem állnak le. Megakadt a támadás. Üres ember a jobb oldalon. Jön egy bedobás. Onnan ő beszokta adni. Begyűjti a labdát. Szép volt. A labda birtoklásáról láthatunk adatokat. Megy tovább a játék, jöhet a beadás. Micsoda zicser! Kint a labda, jöhet a szöglet. A kicsit késve is, de csak előkerült a sárgalap. A szabálytalanság megtörtént, ezt mindenki láthatta, lépnie kellett a bírónak. Az edző nem szeretné, ha elveszítenék ezt a mérkőzést, ezért a taktikai cseréhez folyamodik. A mester úgy dönt, hogy egy új embert is... A szabadrugás a minimum, de lehet, hogy nem a maximum. Nézzük csak a játékvezetőt. Nagyon fontos labdaszerzés volt. Vissza a kapushoz. Nagyszerű szerelés ilyen kritikus pillanatban. Most már begyűjtött egy lapot, és most sem volt szép, amit művelt. A két sárga annyit ér, mint egy piros. Igen, ez egyszerű matematikai képlet. Tudja ám a játékos is, már vonul le. Vesztésre állnak, talán egy új ember egy cserejátékos fordulatot hoz a mérkőzésbe.
bedobással folytatódik a játék. Egyetlen csere a vezető csapatnál. Lássuk a bedobást. Jó passz. Remek beadás. Az elsőt hárította. Szabadrúgás jár a megakasztott támadás után. De rizikós megmozdulás volt a 16-oson belül. Ha mindig Maxi, Rodriguez. Szabad csapattárs középen. Szép. Itt a lehetőség. Ez az igazi beadás. De nincs ott senki, mintha kútba dobta volna a labdát. Ezzel el is vesztették a labdát. Ez helyzet lehet. Nem csak látványos, de szabályos megmozdulás is. Már a levegőben eltalálta a labdát. És a kapus is előre jön a szögletnél. Itt a lehetőség. Bár az gyönyörű vetődés. Gól lehet. És aztán gól született. Ez már majd, hogy nem macskaegérharc. Igen, és azt akarom mondani, lehet, hogy ez már a megalázásra megy. Nem állnak le, minél több gólt akarnak rúgni. Tökéletes lezárás egy ragyogó győzelemnek, sokkal jobban játszott a csapat, mint az ellenfél, és a fantasztikus csapat teljesítményt egy káprázatos góllal koronázzák meg. És ezzel kialakult a 4-1-es végeredmény. Hát ez nagyon egyoldalú meccs volt. Igen, szinte lehengerelték ellenfelüket. You keep talking that same.